Ekkor tájt volt a csúcson oroszlány népessége, 1982-ben 23 ezeren laktak a városban. A még mindig növekvő lakosság számára épültek a Táncsics úti iskolabarakkok helyén az új 10 emeletes tömbök. Ezeken a felvételeken éppen az 1971-től 83-ig a várost vezető Havasi Márton tanácselnök beszél az építkezésről. Ilyenkor tavasszal újból meggyorsul a város építése. A családi házas övezetben, a félmagas épületekben, és amit itt messzebbről látunk, a 10 emeletes épületekben. Az ő időszakában létesült Oroszlányon többek között az új művelődési központ, a sportcsarnok, az uszoda, és ennek a városépítő munkának elismeréseként 1997-ben díszpolgári címet kapott, majd 2011-ben utcát neveztek el róla. Ebben az esztendőben adták át az Alkotmány úti szakrendelő intézetet is. Az Alkotmány úti megjelölés akkor még hangsúlyos volt, hiszen a piacnál a Korányi úton is működött tovább a régi szakrendelő. Az új, 22 munkahelyes intézetet sok korszerű géppel látták el. A májusi átadó ünnepségen kiemelték, hogy megvalósításában, mint a korszak szinte minden építményénél, nagy szerepe volt az oroszlányiak társadalmi munkájának. A gyarapodás mellett persze gondokkal is küszködött a város. A tanács végrehajtó bizottságához érkezett bejelentések például szóvá tették a tűzifa hiányt. Erre a szénnel fűtött óvárosi lakásokban és a családi házakban volt nagy szükség, márha kapható lett volna. A probléma nem érintette a több ezer távfűtéses lakást. Ők a fűtés nehézségei miatt nem, de a gyermekruházati cikkek hiánya miatt bizony bosszankodhattak. A tervgazdaság hiánygazdaságot szült. Ez volt a létező szocializmus az 1980-as években, Oroszlányban is.